Több mint 50 év szolgálat után 1982-ben Püspökladányból került Sóstóra a közismert gőzmozdony, amely azóta is szobormozdonyként emlékeztet a vasúti közlekedés hőskorára. Bár a szobor túlélte a kisvasutat, amelynek régi állomását díszíti, az elmúlt évek során kikezdte az idő vasfoga. A mozdony a közlekedési múzeum tulajdona. Az intézmény a teljes külső felújításhoz sajnos csak az engedélyezéssel tudott hozzájárulni, pénzzel nem. A Vasutas Kulturális Alapítvány kiemelt feladataként kezeli az ország szoborgőzöseinek esztétikai felújítását, a történelmi emlékek megőrzését. Tavaly a nyíregyházi állomás gőzöse szépült meg, idén pedig a sóstói is méltó lett a környezetéhez. A Vasutasok Szakszervezetének a Vasutas Kulturális Alapítványnak a támogatásával, tehát anyagilag ők finanszírozták ezt a felújítást, csak úgy, mint Püspökladány állomáson ugyanilyen kis mozdony, egy 375-ös, vagy éppen Nyíregyházan a 375-ös kis mozdony, és itt a helyi csomóponti vasutas dolgozóknak a kétkezi munkájával készült el. Nem volt egyszerű dolog, hiszen ugye nagyon lepusztott állapot volt, hiszen 1999-ben volt utoljára felújítva, akkor is a nyíregyházi vasutas kollégák felújításával. Ezt most ugye újra kellett fordozgatni bizonyos helyeken, hiszen csak szépészeti felújításon esett át. Aztán gyakorlatilag újra kellett csiszolni az egészet, festeni. Hát mindegy 250 órát dolgoztak rajta a kollégáink. A 275-ös gőzmozdony annak idején a Nyalóka becenevet kapta. A típust 1928 és 1940 között gyártották, 148 darab készült belőle. Nem száguldása termett, a legnagyobb sebessége 70 km volt óránként. Mellékvonali forgalomra készült, ennek a feladatnak pedig kiválóan megfelelt. A felújítás után most újra régi fényében várja az érdeklődőket Sóstón.